Elkészült az egészségügyi központ Kossuth Lajos utca 5 szám alatti melléképülete. A felnőtt háziorvosi, a fogorvosi, a foglalkozás egészségügyi rendelőket és a labort költöztették át. Változtak a fakivágás helyi szabályai. A részletekről a polgármesteri hivatal igazgatási irodavezetőjét, Benkő Istvánt kérdezzük. És skandináv kosárfonó workshopot tartott a Kis Tió stúdió a Kamarerdei Közösségi Házban. A magyar hagyományoktól eltérő formavilágú alkotások készültek. Jó estét kívánok! A TV 2040 Budaörsi magazinját látják. Elkészült az egészségügyi központ Kossuth Lajos utca 5 szám alatti melléképülete. A felnőtt háziorvosi, a fogorvosi, a foglalkozás egészségügyi rendelőket és a labort költöztették oda a felújítás után. Ezzel a főépület helyhiányán javítani tudtak. A Kossuth utca 5 egyébként eredetileg fizikoterápiának épült, de a korábbi üzemeltető felszámolása és az ingatlan banki zárolása miatt csak 6 év után tudták birtokba venni. Ez nagyon kellemetlen, mindjárt meg vagyunk egyébként. Még egy, most így elsőre, és pihenek. November utolsó hetében indulhatott el a rendelés az egészségügyi központ új járóbeteg részlegén a Kossuth utca 5-ös szám alatt. A házi orvosok és a fogorvosok viszonylag gyorsan és zökkenőmentesen bonyolították le az átköltözést. Én nagyon örülök, hogy átköltözhettünk végre, és meglepően nagy gyorsasággal és flottul ment az új rendelőnek a kialakítása, és a költözésben is az igazgató úr minden segítséget megadott, úgyhogy gyakorlatilag pár nap alatt történt minden. A betegek szerintem talán nem is vették nagyon észre azt, hogy kicsit kimaradtunk itt a betegellátásból. Most már mindennel készen vagyunk, nagyon szép a rendelő, nagyon az épület adottságaiból fakadóan is, meg az új berendezésnek köszönhetően is, nagyon barátias és családias hangulatú lett szerintem a rendelő is, és azt gondolom, hogy ez a betegeknek a félelemérzetet is fogja csökkenteni, hogyha belépnek ide, és mostantól változatlanul fog folytatódni a betegellátás. A telefonszámunk nem változott, várjuk a hívásokat, akiknek fogalmazati problémáik vannak, és előjegyzés alapján természetesen ugyanúgy, hogy eddig is mindenkit el fogunk látni. Jelen pillanatban hogyan néz ki a rendelés a kollégájával együtt, ugye, akivel itt rendelnek, hogyan osztják fel a munkát? Igen, változó a délelőtti délutános felváltva dolgozunk, tehát mindig van itt valaki, a péntek délután az egyetlen, amikor nincsen, és igazából semmi nem változott, tehát ugyanúgy, ahogy a régi rendelőben, a megszokott módon rendszer szerint itt is ugyanúgy fog folytatódni tovább, tele vagyunk előjegyzésekkel, úgyhogy mostantól már gyakorlatilag folytatódik a betegellátás. A házi orvosok közül 4-en dr. Gömöri Anna, dr. Nagy Marianna, dr. Elsik Anikó és dr. Nagy Vilmos költözött át az új épületbe. A rendelést már ők is megkezdték a korábban megszokott rendszerben. Nagyon hosszú idő után, talán 5 vagy 6 év után jutottunk el ehhez az időponthoz. Én nagyon örülök annak, hogy itt állunk és azt tudjuk mondani, hogy végre beköltözött ahogy mi hívjuk, alapellátási központ és laboratóriumi mintavétel, mert hogy a felnőtt házi orvosok, a felnőtt fogorvosok, a laboratóriumi mintavétel és a foglalkozás egészségügyi szakrendelés tudott átköltözni a Kossuth Lajos utca 5 szám alatti épületbe. Kicsit visszautalva az első mondatomra, amit már 6 éve próbálunk megszerezni a budaörsi egészségügyi ellátásnak, és ez most végre sikerült, ennek örüljünk, ez egy nagyon hosszú időszak eredménye, és fontos eredmény. A szakrendelések örökös helyhiányát ezzel tudjuk némileg javítani, ez egy nagy lépés előre, és nagyon fontos egy picit megállni, és örülni azoknak az eredményeknek egy ilyen járvány sújtotta időszakban is, ami abba az irányba mutat, hogy a budaörsiek mindig egyre jobb és jobb szolgáltatást kapjanak. A felújítás 2021. októberében indulhatott el a Kossuth utca 5-ben. Ennek köszönhetően új háziorvosi és fogorvosi rendelőket, valamint egy foglalkozás egészségügyi szakrendelőt, egy modern labort és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségeket alakították ki bruttó 25 millió forintból. Bár a felújítást az ellátás színvonalának a javítása érdekében indított el az intézmény üzemeltetője, ennek ellenére a betegek egy része nehezen viselte az átmeneti időszak folyamatos változásait és nehézségeit.
teljesen természetes minden olyan reakció, ami ezzel kapcsolatban napvilágot látott. Több szempontból. Az egyik szempont az az, hogy minden átalakítás, minden változás törvényszerűen feszültséggel jár. A másik szempont az, hogy most már nagyon hosszú ideje járvány van, és mindenki türelmetlen, mindenki feszült, és mindenki nyilván azt az állapotot szeretné, ami számára a legoptimálisabb. Sajnos mi is ebben a szituációban vagyunk itt, tehát nyilván járványügyi korlátozások vannak érvényben, nem áll lehetőségünkben, hogy egyszerre 15 embernél többet beengedjünk az épületbe. Persze erre lehet azt mondani, hogy kicsi az épület, de hát adottságok ettől még vannak, és mindannyian azt az időpontot várjuk, amikor végre megszabadulhatunk ettől a helyzettől, amit most mindannyian elszenvedünk, de itt most nem ezt kell nézni. Itt most azt kell nézni, hogy azok a helyiségek, azok a terek megújulnak, és egy nagyon fáradtságos és nagyon viszontagságos időszak után végre azt tudjuk mondani, hogy amikor bemegyünk egy rendelőhelyiségbe, bemegyünk egy közösségi térbe, akkor az nem egy rossz állapotú, sokszor nagyon rossz minőségű tér, hanem egy felújított, szép, új minőségi térbe lépünk be, és az ellátó személyzet és a páciens is ezt a teret élvezheti. Bár a rendelések nagy része a korábban megszokott időbeosztással és rendszerben működik tovább, alapvető változás az, hogy a járványügyi szigorítások miatt december 1-től a laborba csak előzetes időpont foglalással lehet megjelenni. Erre hétköznap 11 és 13 óra között van lehetőség telefonon, a 0630 327 1743-as számon, vagy a www.sinlab.hu oldal időpontfoglalási menüjén keresztül. Változtak a fakivágás helyi szabályai Budaörsön. Ezzel kapcsolatban hívtuk a stúdióba Benkő Istvánt, aki a polgármesteri hivatal igazgatási irodavezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért változtattak az előírásokon? Hát a fák fontossága miatt és a zöld felület fontossága miatt. Ezt bevezetésként egy kis ismertető, ezt az interneten olvastam, hogy egy 100 éves tölgyfa, ami 20 méter magas és 12 méteres átmérőjű lombkoronája van, az 9400 liter oxigén dolgoz fel, és 10 ember napi oxigén szükségletét biztosítja, széndioxidot dolgoz fel, és oxigén szükségletét biztosítja, 12 kg cukrot állít elő, és több ezer liter folyadékot mozgat át, és párologtat el. Ezt egy nap alatt teszi meg. Ha kivágok egy ilyen fát, 2000 olyan csemetét kellene ültetnem, aminek egy köbméteres a lombkoronája. Uh-huh. Na jó, de ha ez így van, akkor éljünk esőerdőbe. Akkor bontsuk le a házainkat, és ültessük mindenhova fát. Igen, természetesen ez egy környezetvédelemben érintett szakembernek a leírása volt. De ennyire fontos, a fontosságot akartam kihangsúlyozni. Mi a legfontosabb változás a korábbiakhoz képest? Legfontosabb változás. Onnan kezdeném talán, hogy nem csak helyi rendelkezések léteznek, ami a fákat érinti, hanem többszintű. Tehát van a környezetvédelemről szóló törvény, 95 évi 53-as törvény, ha valaki olvasni szeretné, akkor ha így keresi, megtalálja az interneten. Illetve van egy fászáró növények gondozásáról, fászáró növényekről szóló kormányrendelet, 346/2008-as kormányrendelet. Legfőképpen a közterületekkel foglalkozik ez a kormányrendelet. Sok mindent leír, azt, hogy engedéllyel lehet fát kivágni, és ami nagyon fontos és hangsúlyozandó, hogy ha ültetek egy fát, akkor kötelességem gondoskodni arról a fáról. És tiltja a jogszabály azt, hogy jogellenesen kárt okozzak ebben a fában. Tehát akkor ez valami olyasmi, mint hogyha veszek egy kutyát vagy egy macskát. Így van. Eldönthetem, hogy veszek vagy nem, de ha megvettem, akkor köteles vagyok gondoskodni róla. Így van, így van. Ez nincs a köztudatban, mert a keftelésből tartott kisállataink vannak inkább szem előtt, kutya, macska elsősorban. Az, hogy a növényzettel is így foglalkozni kell, az nincs.
Hogy miért? Mert fontos a városnak az, hogy milyen zöld felülettel rendelkezik. Fontosak a fák. Különösen a városban fontos, ahol nagyon sok a parkolási igény, ami aszfaltozással, betonozással, térkötözéssel jár, és megszűnnek a felületek. Két évet vizsgálva, a 20-as és a 21-es évet vizsgálva, több mint 180 fákkal kapcsolatos ügye volt a polgármesteri hivatalnak, több mint 600 fakivágással foglalkoztunk. Ennek a 80%-a körülbelül pótlásra került, és ez az egyik változása a régi és az új rendeletben, hogy régen nem kellett minden fát pótolni, de ma már igen. Tehát november 20-ától minden kivágott fát pótolni kell. Belterületen belül is, tehát olyan értelemben belterületen, hogy az én portámon belül is, az én kerítésemen belül is, hogyha oda én ültettem egy cseresznyefát, ami mondjuk kiszáradt, vagy már nem akarom, hogy ott cseresznyefa legyen, és kivágom, vagy kidől, akkor is köteles vagyok pótolni? Igen, köteles pótolni. Ez a rendelet, ez a helyi rendelet, 29/2004-es helyi rendelet, nem csak a közterületekkel foglalkozik, ez nem csak a fákkal foglalkozik, hanem általában a zöld területek védelméről, kezeléséről, hasznosításáról, stb. Stb. Majd erről is egy pár mondatot szeretnék mondani, hogy nem csak az önkormányzatnak és a város közszolgáinak van dolga a közterületekkel, hanem bizony az itt élő ingatlan tulajdonosoknak is dolguk van vele, és akkor talán hozzuk az elejére, mert később a fák foglalkozunk csak. A telek határomtól az út széléig telek tulajdonosként én vagyok köteles rendben tartani a területet. Tehát nekem kell lenyírni a füvet, ha ott cserjék vannak, akkor nekem kell azt úgy gondozni, hogy ne zavarja a gyalogost, ne zavarja a belátást az úton, és a parlagfüvet is nekem kell kiírtani. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés bizonyos időszakban. Ezt jó, hogy mondja, a telek határom előtt, tehát a kerítéstől az útig terjedő részre ültethetek fát? Nem. Engedélyköteles. Közterületen... Tehát ültetéshez is engedélyt kell kérni, meg a kivágáshoz is engedélyt kell kérni. Közterületen bármilyen tevékenységet végezni akarok, mondjuk kiskertet szeretnék a házam elé, nem tehetem meg. Engedély kell hozzá. Elsősorban a zöld területek fenntartása egyébként jogszabály kötelezővé is teszi, a helyi rendelet is foglalkozik ezzel, az az önkormányzat dolga. Megfelelő szakembereket alkalmaz a város erre, és foglalkoznak vele. Akkor nézzünk egy-két praktikus dolgot. A kerítésen belül kiszárad a cseresznyefám, kivágom. Mit kell akkor tennem? Köteles vagyok pótolni? Mi van, ha úgy gondolom, hogy jó, hát eddig itt az árnyékot adott, meg szedtük a cseresznyét, de most szeretnék itt focizni a gyerekkel. Akkor ezt már nem tehetem meg? A saját kertemről nem dönthetek, hogy itt most én focizni szeretnék, és nem azt szeretném, hogy itt egy cseresznyefa álljon? De megteheti. Át lehet alakítani a kertet, de a fakivágást be kell jelenteni. A mai érvényes rendelet szerint 5 munkanappal a kivágás előtt be kell jelenteni. Ez ma a szabály. És pótolni kell a fát, ha már a példánál maradunk, kiszáradt fát, tehát természetes úton kipusztult vagy beteg fát, vagy olyat, amit egy kertészeti szakvéleményben ajánlanak kivágásra, mert egy hozzáértő ember megnézte és azt mondta, hogy rá fog dőlni a házra. Így van. Azt is pótolni kell, tehát be kell jelenteni a kivágását, és pótolni kell, de ebben az esetben csak egyetlen egy fát kell pótolni. Mi van, ha nem tudom pótolni telken belül, vagy nem akarom pótolni? Azt szeretném, hogy ott napozhassak, és ne legyen ott fa, ami árnyékot ad. Hát pótlási kötelezettség van, ez egy rossz hír, és jó hír, mert a kertemben álló cseresznyefa is közérdek. Mindenki szívja azt a levegőt, mindenki környezetét tisztítja az a fa, nem csak az én tulajdonom természetesen, és az én telkemen, ha akarok, akkor focipályát létesítek, viszont a pótlásról gondoskodni kell. Ha nem tudok és nem akarok ültetni fát a telkemen, akkor lehetőség van pénzben megváltani ezt. Na, ezt akartam kérdezni, tehát ki lehet váltani pénzzel? Így van. Minden évben a költségvetési rendelet rendelkezik arról, hogy egy fa mennyit ér, nem ennyit ér természetesen, de a megváltás költsége ma 76.200 forint, nem kevés.
ami befizethető. Ez a két év alatt 13 millió forint ilyen bevétele volt a városnak. Ezt elkülönítetten kell kezelje a város, és ezt a zöld felületek gondozására, faültetésre, és csak erre fordítható. Tehát tulajdonképpen az, amit befizet az ilyen fák után a polgár, az ingatlan tulajdonosa, az is visszakerül úgymond a környezetbe valahol. Mindegy, hogy én miért akarom kivágni a fát? Tehát, hogy mondjuk kocsibeállót építek, és lekövezem, hogy ott jól elfolyjon a víz, és folyjon bele az árokba, és legyen a városnak még több problémája, hogy elvezesse az esővizet, mert ott már nem tud elszikkadni. Tehát mindegy, hogy azért vágom ki, hogy kocsibeállót építsek, vagy csak azért, mert kidőlt a fa, és nem szeretném pótolni. Hát teljesen mindegy, hogy miért vágom ki a fát, mint mondtam, pótolni kell mindenképpen, és be is kell jelenteni. Magánterületen bejelenteni kell. Ha közterületi problémám van, mondok egy példát, például mert építkezem, és a gépkocsi behajtónál útba van a fa, akkor az engedély kell, engedélyt kell kérni. Kimennek a polgármesteri hivatalból szakemberek, megnézik, hogy indokolt ez a kérés, vagy nem indokolt, most a közterületről beszélek, és ennek alapján, vagy kapcsán adják meg az engedélyt, vagy tagadják meg az engedélyt. Tehát itt mindenképpen engedély. Ha én a saját telkemen akarok változtatni, ahhoz nem kell engedély, mert az én telkem, csak be kell jelenteni, idézőjelben csak, öt munkanappal korábban, azért, mert megnézheti az önkormányzat, hogy miről is van szó. Nem vizsgáljuk az indokoltságát, mert teljesen mindegy. Tehát viszont a pótlás az elő lesz írva. Tehát dönt a jegyző abban a kérdésben, hogy mennyi fát kell nekem ültetni, és akkor itt beszélünk a mennyiségről. Ugye említettem, hogy egy fa pótlása van, hogyha természetes úton kiszáradt, vagy olyan állapotba került a növény, illetve a kertészeti szakvélemény ezt ajánlja. Álljunk-e meg egy pillanatra, a kertészeti szakvélemény. Ki jogosult ilyet adni? Hát interneten keresgélni kell kertészettel foglalkozó szakértőt. Aki tehát nem kell igazságügyi szakértőt? Nem kell ilyen mélyen belemenni. És a jelenlegi rendeletben az is változás, hogy a jegyző segítséget ad ebben. Tehát, hogyha valakinek szakkérdésben, mármint biológiai, tehát a növénnyel kapcsolatos szakkérdésben van szüksége segítségre, megkeresheti a jegyzőt, illetve hogyha a jogi és pénzügyi következményekkel kapcsolatban van szüksége segítségre, akkor is. Tehát kell írni egy e-mailt, és meg kell kérdezni, és akkor ez a hivatalos eljárás. Mi van, hogyha én ezt kihagyom, és mégis kivágom a fát? Kiderül? Valaki foglalkozik ezzel a városházán? Hiszen ha mondjuk nem látni be az utcáról a telek egy részére, és ott kivágnak egy fát, akkor hogy jönnek rá? Csak hogyha van műholdfelvételük. Hát én remélem, hogy nincsen szükség ilyen eszközökre, mert mindenkinek fontos a környezete, és arra törekszik, hogy pótolja azt, amit kivágott. De ha mégsem teszi ezt meg, akkor remélem, hogy eljut hozzánk ez a hír. Jó akaró szomszédok bejelentik? Mondjuk úgy inkább, hogy akinek fontos a környezet, az tesz egy ilyen észrevételt, és pótolni kell. Tehát pótolni mindenképpen kell, meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen méretű fa lett kivágva. Ma a rendelet szerint már becsülhető is a kivágott fák mennyisége, az alapján lesz egy előírás, és aki nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének, vagy ne adj Isten az engedély kérési kötelezettségének, azt meg is büntetjük. Tehát van egy büntetési tétel. Van egy érdekes kérdés, nem tudom, hogy tud-e rá válaszolni. Mi van, hogyha én a kerítésem mellé ültetek egy fát, és az félig hozzám nőnek az ágak, félig a szomszéd felé nőnek az ágak. A szomszéd köteles elviselni az ágakat? Köteles összetakarítani a faleveleket? Vagy mondhatja azt, hogy hé, szomszéd ezt maga ültette, oldja meg, vágja le úgy a fát, hogy féloldalasan nőjenek csak az ágak. Tehát van-e ezzel kapcsolatos előírás, vagy ez egy egyszerű polgári per? Nem, van előírás, és ez nagyon fontos, ezzel a kormányrendelet és helyi rendelet is foglalkozik, hogy mielőtt valaki egy fát elültet, a fafajra jellemző méreteket és egyebeket, azt azért illik megvizsgálni. Tehát nem ültetek diófát fél méterre a kerítés mellé, mert 20 év múlva lehet, hogy a szomszéd házának a tetejét fogják verni az ágak, ami hát most azon túl, hogy nem ideális, nem is jogszerű. Ültetési távolságokat határoz meg a helyi rendelet, tehát meg kell nézni,
és nem feltétlenül az betartandó. Tehát az egy ajánlott, azt tartsa be mindenki. De mondom, a fafajhoz, a fafajnak a tulajdonságaihoz mérten kell elvégezni mindenféle ültetést és egyebeket. Meg azért nem baj, hogyha figyelembe veszi, hogy a szomszédot ez mennyire érinti. Tehát, hogyha valakinek van egy szép napos telke, és én a déli oldalra ültetek egy tujasort, ami majd, nem tudom, 5 év múlva 20 méter magas lesz, és akkor már nincs nap a szomszéd telkén, mindenki abba gondoljon bele, hogyha fordított lenne a helyzet, akkor hogy érezné magát. Reméljük, hogy így gondolkodik. De mindenki, ilyenkor fellépett a polgármesteri hivatal, vagy ez bíróság? Ez már egy másik eljárás. Ez már egy másik eljárás. Lehet egy birtokvédelmi eljárást indítani, illetve a növények karbantartásával kapcsolatban is van egy eljárás. Végső soron természetesen lehet egy polgári per ebből. Ezekkel az ügyekkel is mi foglalkozunk, tehát a növények karbantartásával és a birtokvédelmi ügyekkel is. Hát nem jól néz ki egy diófa, hogyha a fél lombozata hiányzik, ez biztos, és egyébként a növénynek sem tesz jót. Tehát ne hozzuk ilyen helyzetbe magunkat és a környezetet. Van még egy utolsó kérdés. Van-e olyan előírás, hogy mit ültethetek és mit nem? Tehát oké, hogy előírják, hogy nincs már cseresznyefám, én ültetek helyette egy nyárfát, mert akkor a nyárfának a termése majd jól zavarja a szomszédot. Nem, nem mindegy, mit ültetek. Ad egy ajánlást a helyi rendelet. Elsősorban az őshonos fákat preferáljuk. Ott van egy felsorolás, tehát érdemes megnézni. A honlapunkon fent vannak tájékoztatók, elérhető a helyi rendelet. Érdemes megnézni, hogy milyen fákat ajánl. Egyébként a főkertészasszony, mint szakértő, ő vesz részt ezekben az eljárásokban. Ő volt, aki összeállította ezt a listát is. Érdemes ezzel foglalkozni. Egyébként pedig ugye az invazív fajokat a kormányrendelet is tiltja ültetni. Tehát van egy központilag meghatározott lista, amit hát nem illik, illetve tilos ültetni. Ilyenkor kötelezhetik az ültetőt, hogy vágja ki? Hát, ha egy ilyen fa elültetésre kerül, akkor az a szabály, hogy az, aki ültette, annak gondoskodni kell arról, hogy megakadályozza, hogy ez elterjedjen. Na most, vannak fafajok, amiket, hogy mondjam, nem szeretnék abba az anyagi helyzetbe kerülni, hogy ezt féken tartani mibe kerül. Ne tegye senki ezt, nem ajánlom. Válasszon egy olyan esztétikus, a teleknek és a környezetnek megfelelő fafajt, ami ott tényleg nem okoz problémát, nem kell azon kívül, hogy fent kell tartani és gondozni kell, azon kívül nem kell nem jár pluszköltséggel. Én ezt ajánlanám igazán mindenkinek. Sok mindent megtudtunk az új rendeletről, és egyébként a favédelemről, fakivágásokról. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szívesen, én köszönöm a meghívást. Skandináv kosárfonó workshop volt a Kamaraerdei Közösségi Házban. A foglalkozást a Kisdió stúdió vezette. A magyar tradicionális formavilágtól eltérő modernebb kinézetű kosarakat készítettek. Pácolt rétegelt lemezalapra termesztett amerikai fűszfavesszőkkel fonták meg a közepes méretű aszimmetrikus formákat, amiket görbefa füllel szereltek fel. Nem tudták megérteni, hogy pontosan miről van szó? Nézzék meg, és mindjárt látják és megértik. Van kettő pocsálom, ezeket a szokásos módon jól felpuhítom. Kihegyezem, és itt a két fűtartó karónak a jobb oldalára, amennyire tudom, beszúrom. Jó, nem kell nagyon mélyre menni, az a lényeg, hogy a héját ne kezdje el leszedni. Jó, ezt itt külön fogom venni, ez egy egység, ezzel most nem foglalkozok, csak a másik oldallal dolgozunk. A szigorú járványügyi előírások betartása mellett kis csoportos formában szerveztek skandináv kosárfonó workshopot a Kamaraerdei Közösségi Házban. A lelkes csapatfele most először kapcsolódott be ilyen jellegű műhely munkába, de jó páran már visszatérő vendégnek számítanak. Itt fogom, és nagyon óvatosan, teljesen visszafordulok, ezt megpróbálom függőlegesen tartani. Jó, itt az ujjam. Gyakori hiba, hogy így a levegőbe hagyják, meg így eláll, nem fekszik fel a karóra, akkor szép, ha ezt oda teljesen behúzom. Jó, és jövök vissza.
mindig tömörítek, lenyomkodom. Jövök, jövök, jövök. És itt vagyok. Körülbelül ennyire vágjuk le, majd ezt a végén letisztázzuk rövidebbre, most hagyjuk meg ekkorára, jó? Én a közösségi oldalon találtam rá az egyik ilyen skandináv kosárkészítő workshopnak a hirdetésére, és én nekem nagyon-nagyon megtetszett ez a kosár, úgyhogy vártam a megfelelő pillanatot, amikor el tudok jönni. Úgyhogy ez már a második alkalmam, úgyhogy egy kicsit függőséget okoz. Az ember elkészíti az elsőt, aztán szeretne még egyet, és még biztos, hogy nem ez az utolsó, mert még szeretnénk jönni. Mennyire nehéz egyébként megtanulni? Hát Ákos és Borka úgy segít, hogy igazából mindenki elkészíti a saját kosarát már az első alkalommal. Hova készülnek ezek a kosarak egyébként? Mi lesz a funkciójuk? Hát egyelőre otthon, mert már a kislányom már el szerette volna az elsőt is kérni, úgyhogy most majd megküzdünk érte, hogy melyik kié lesz, úgyhogy valószínűleg otthon marad még egyelőre nálam. Hatalmas élmény első körben. Mindig is vonzottak a kosarak, tehát teljesen mindegy, hogy milyen formájú, milyen alakú, nekem mindig nagyon tetszettek a kosarak. Aztán a barátnőm invitálására úgy döntöttük, hogy eljövünk és kipróbáljuk, de valóban ez egy szerelem, tehát ezt nem lehet abba hagyni egynél. Úgy gondolom, hogy bárkinek nagyon szuper élmény. Technikailag mennyire nehéz, vagy mik azok a mozdulatok, amiket nagyon nehéz esetleg elsajátítani, aztán könnyen, hogy ha van ilyen egyáltalán? Nem nehéz, mert olyan útmutatást kapunk, amiből nagyon-nagyon könnyen megtanuljuk. És nagyon nagy segítséget is kapunk mellé. Tehát az elsőnél én is féltem, most már azt mondom, hogy vakmerő vagyok mindenben, úgyhogy nagyon jó. A kosárhoz termesztett amerikai fűzfavesszőket használtak, ez néhány évvel ezelőtt vált népszerűvé az országban, annak ellenére, hogy alapvetően tér el a hagyományos technikáktól. Héjas anyaggal dolgozunk, ami Magyarországon most kezd igazából így újra népszerűvé válni. Tehát általában hántolt anyagot használjuk, mindenkinek van otthon bevásárlókosara, az egy ilyen világos, barnás, héj nélküli anyagból készül nagy valószínűséggel. Mi ezzel ellentétben úgynevezett zöld vesszőt, vagy héjas vesszőt használunk. Itt látszik egy kötekbe, hát a többit már ugye elhasználták itt a fiúk, lányok. Ez pedig egy gyűjtött, tehát a Dunaparton gyűjtött vadfűz, ezt díszítésnek használjuk. Tehát, hogyha majd nézitek a kosarakat, akkor látjátok, hogy sok lány kísérletezik a két anyagnak a kombinálásával. Egyébként az elszegés miatt skandináv, tehát nem egy ilyen szimmetrikus, hagyományos magyar elszegéssel fejezzük be a kosarat, hanem egy aszimmetrikus, lépcsőzetesen ilyen csigavonalba felfele fejlődik az elszegés. Ettől nevezzük skandinávnak, illetve a füle az egy ilyen uszadékfa, vagy egy ilyen meccésből megmaradt gyümölcsfág. Nem szoktunk élőfát bántani, tehát én ezeket gyűjtöm folyamatosan a foglalkozásokhoz, ezeket az érdekes alakú fákat, ettől lesz egy ilyen kortárs jellege. A legnépszerűbb tematikánk egyébként, van 12 körülbelül téma, mindig ugyanazt csináljuk. Tehát amikor jelentkeznek az emberek a fonásra, akkor nem ilyen kívánság műsor van, kis módosítások persze beleférnek. Mindig van egy alaptematika, és akkor mindenki azt csinálja, így tudunk hatékonyan kezdőkkel is együtt dolgozni. Ennek a tematikának köszönhetően lényegében 6 óra leforgása alatt teljesen az alapoktól kezdve képesek a workshopok résztvevői elkészíteni egy kosarat a műhely vezetőjének folyamatos irányítása mellett. Ráteszem keresztbe, és mintha mi se történt volna, megyek tovább. Aki eljön, az nem megy el kosár nélkül. Nyilván vannak egyéni adottságok, ha valaki már font előtte, vagy bármi más kézműves technikát próbált, akkor gyorsabban ráérez. Én magam nagyon tehetségtelen voltam, amikor tanultam, tehát nehezen állt rá az agyam meg a kezem, és most itt vagyok. Tehát abszolút tanulható gyakorlás. A Kamara Erdei csapat viszonylag gyorsan haladt, 3-4 óra alatt a többség már szinte teljesen befejezte a munkát, de a kezdők is elkészültek a kosár nagyobb részével már.
A kosárfala az így nagyjából kész, és akkor ezen az oldalon még kicsit hátrébb tartanak a lányok. Egyébként akik haladók, és már több egyszer vannak, ők vannak ezen az oldalon. Látszik, hogy ők már elkezdték ezt a bizonyos felfele haladó, tehát ez a bizonyos skandináv elszegés, hogy egy ilyen lépcsőzetesen hajtogatjuk el az oldalkarokat, és attól lesz egy nagyon különleges végeredmény. Hasonló workshopokat szerveznek még később is a Kamara Erdei Közösségi Házban. Emellett természetesen bárki bekapcsolódhat más műhelyek munkájába is. Ezekről a Kisdió Stúdió közösségi oldalán találhatnak az érdeklődők felvilágosítást. A TV 2040 Budaörsi magazinját a hétközben látták. Hamarosan a Szomszéd Vár című turisztikai magazin következik, amik a helyi televíziók összefogásával készül hónapról hónapra. Ha észrevételük vagy kérdésük van, akkor írjanak nekünk a tv2040@tv2040.hu e-mail címre. Ha pedig lemaradtak valamelyik műsorunkról, akkor nézzék meg a honlapunkon a tv2040.hu oldalon. És tudják, ott vagyunk a Facebookon is, ahol információkat osztunk meg a műsoraink készüléséről, témákról, szóval érdemes a Facebookon is keresni minket. Én most kellemes hétvégét kívánok Önöknek, minden jót, hétfőn találkozunk legközelebb. Viszontlátásra!